a kapu elé. A Boldog Közösség koncentrációs táborrá változott. Emlékeznek, mit is prédikált a tiszteletes? Egyetlen gyermekem sem végzi koncentrációs táborban. Ahhoz először engem kell megölni. A gyülekezet egyik tagja szót emelt a brutalitás ellen. Bejelentette, hogy családjával együtt elmegy a táborból. Ekkor a tiszteletes megverette és megszégyenítette mindenki előtt. De a tiszteletesnek ez sem volt elég. Kész vagyok meghalni, mert életem 44 éve alatt semmit sem értem el. Ekkor a férfinak fel kellett ajánlania, hogy 11 éves lányát is kész megölni a tiszteletesért. Kész vagyok feláldozni őt a hitemért. A szektavezér elméje elborult. Gyógyszereket szedett, ivott és kábítószerezett. Családja mindenáron meg akarta őt állítani. Mindenki rettegett tőle. A közösséget már csak a félelem és a terror tartotta össze. Anyám megpróbálta megállítani őt. Nem kaphat több kábítószert, mondta nekem sírva. Anya, nem mondhatod az Istennek, hogy kábítószeres, válaszoltam neki. A vég egy 5 éves kisfiúért folytatott harccal kezdődött. Egy csalódott házaspár elmenekült a táborból. Ők voltak azok, akik az amerikai képviselőhöz fordultak segítségért, mert a tiszteletes 5 éves kisfiúkat John-t magánál tartotta. Rájöttem, hogy nem csak a fiam testét tartja fogva, hanem a lelkét is. Azt akarta, hogy megtagadjon minket. Életem értelme a fiam volt. Ott voltam, amikor megszületett. Pelenkáztam. Énekeltem neki. Ő volt az életem. Ám a tiszteletes azt állította, hogy ő a kisfiú vérszerinti édesapja. Állítólag bizonyítéka is voltak. Pont olyanok a fogai, mint az enyémek. Nyisd ki szépen a szád, kisfiam. Könyörögtem neki, hogy adja vissza a fiamat. John az én fiam. A tiszteletes nem hallgatott rá. A szülők először a hatóságokhoz fordultak, hogy azok segítsenek kiszabadítani a fiúkat. A tiszteletes ekkor rémült és rettegő híveihez fordult. Harcolni fogunk! Meg akarnak ölni minket mindegy szálig! Ott várnak ránk! A szektavezér már ekkor tömeges öngyilkossággal fenyegetőzött. Ez a mi Isten verte földünk, és most meghalunk érte! A hatóságok meghátráltak a fenyegetés elől. A kisfiú a szektavezérnél maradt, aki teljesen kivetközött emberi mivoltából, emlékszik fia Steven. A hangos beszélőbe üvöltött az éjszaka közepén, hogy riadó, riadó. Mindenki fejvesztve menekült bele az éjszakába. Ez volt az a pillanat, amikor a kisfiú szülei kétségbeesésükben az amerikai képviselőhöz fordultak. A tiszteletes igyekezett felkészülni a politikus látogatására. Fegyveres őrökkel magyaráztatta el híveinek, hogy majd mit mondjanak. A tiszteletes két fia, a vérszerinti Steven és az örökbefogadott Jim, a képviselő érkezésekor éppen nem voltak a táborban. Apjuk ugyanis elengedte őket a városba kosárlabdázni. Éreztem, hogy valami történni fog, de annyira örültem, hogy végre kiszabadulhatok a táborból, hogy elfelejthetem az őrületet. Amíg a két fiú a városban kosárlabdázott, addig a képviselőt és 4 társát agyonlőtték a repülőtéren. Eközben a tiszteletes egy rövid hullámú rádióadón prédikált. Fogadott fia hallotta a prédikáció minden egyes szavát. Azt kiabálta, hogy ki kell tartanunk. Sorsdöntő éjszaka előtt állunk, harsogta. El akarják rabolni a híveinket. Ezt nem engedhetjük, üvöltötte. Kora este mindenki összegyűlt a táborban a színpad előtt. Egy fémlapon egy vödörben állt a szőlőízesítésű cián. Aki nem akarta a mérget bevenni, azt fegyverrel kényszerítették. Vegyétek ezt a mérget úgy, ahogy az ókori Görögországban tették. Méltósággal halunk meg. A pólyások nem tudtak védekezni, ezért ők haltak meg elsőként. A felnőttek pohárból itták a mérget, a gyerekeknek fecskendővel adták be. A gyerekek egymás után haltak meg. Nem volt vissza. 913 ember halt meg azon az éjszakán, közülük 276 gyerek volt. Az 5 éves kisfiú, akiért a szülei harcoltak, szintén meghalt. A tiszteletest fejbe lőtték. A holtteste mellett később egy cetlit találtak, melyet egy közeli munkatársa írt. Ez állt rajta, meghaltunk, mert nem hagytál minket élni. Bár a szektavezér fogadott fia túlélte a tragédiát, szerelme,
akit a tömeges öngyilkosság előtt egy hónappal vett feleségül, szintén meghalt. Alig egy hónappal később született volna meg a gyerekük. Szeretlek, mondtam, amikor megtaláltam a holttestét. Szeretlek, Isten áldjon. Az elmúlt 20 évben a tiszteletes két fia a rettenetes múlttal küzdött. Az emlékekkel, melyek kísértették őket. Szinte minden éjjel rémálmaim voltak. Felriadtam éjjel, nem tudtam, hol vagyok. Rettegtem, sírtam, kiabáltam félelmemben. A másik fiú felejteni próbált. Olyan lettem, mint egy zombi. Élő halott. Ez a jó szó. A múlttal azonban együtt kell élni, szembe kell nézni vele. Ez volt a mottója a testvérpárnak, amikor úgy döntöttek, hogy stábunkkal visszatérnek a borzalmak helyszínére. Stevent egy barátja kísérte el. Megint 19 éves voltam, szinte gyerek. Ott landolt a repülőgépük, ahol a képviselőt agyonlőtték 2 évtizeddel ezelőtt. A poros úton indultak el a volt tábor felé. Egy nagy fát keresek a tábor közepén. De a táborból nem maradt semmi. A szektavezér fia nem hitt a szemének. A táborból, amit saját kezével segített felépíteni, mára semmi sem maradt. Semmi. Csak az a pálmafa, melyet ő maga ültetett 20 éve. Valaminek mégis maradnia kellett. Itt állt a tábor. Az egyetlen színfolt az elátkozott helyen egy bokor. Ott nőtt, ahol a tiszteletes elrendelte 913 ember halálát. Steven végül mégis talált valamit, a régi orgona billentyűzetét. Ez az orgona szólt, amikor együtt voltunk. Ez az átkozott orgona. Ez szólt. Ezt hallották az emberek. A nap végére Steven végre képes volt szembenézni a múltjával. Látogatás a pokolban. Másnap reggel érkezett meg rég nem látott testvére Jim. 19 éve nem találkoztak, Jim magával hozta 3 fiát és egy barátját. Furcsa, de mégis boldog vagyok. Meg akarom mutatni a gyerekeimnek, hol éltem, hogy mi volt itt. Jim szintén keresett valamit. Azt a fémlapot kereste, amelyen valaha a vödör állt, tele méreggel. Megvan! Ami ezen a fémlapon volt, az az egész családját kiirtotta, beleértve feleségét és meg nem született gyermekét. Szomorú, de igaz. Csak ez a fémlap maradt meg a táborból, Jonestownból. Amikor a két testvér újra találkozott, bűntudat nélkül néztek egymás szemébe. Hogy vagy? De jó újra látni. Téged is. Jó látni téged. Hogy vagy, testvér? Miért jöttél vissza? Mert kellett. Igen. A dzsungelben tett látogatása után Steven lassan megbocsátott apjának. Nem gyűlölhetem az apámat. Túlságosan hasonlítok rá, hogy gyűlöljem. Az örökbefogadott fiú is a dzsungelbéli látogatás után kezdett el emlékezni, de ő nem képes megbocsátani apjának. Amióta visszajöttem, nem hiszem, hogy végig aludtam volna akár egy éjszakát is. Egy gát szakadt át bennem. Mérges vagyok az apámra. Mindenemet elvettem. A túlélők persze tisztában vannak azzal, hogy a tiszteletes egymaga nem lehet bűnös. A pusztulásba vezette az embereket, de ők vakon követték az önjelölt prófétát és tanait, melyek a halált jelentették. Bűnösnek érzem magam, amiért magammal vittem a családom a pusztulásba és a halálba. Én túléltem, de ők meghaltak. Nekem kell együtt élnem az emlékeimmel és magammal. A meggyilkolt képviselő egykori munkatársa szerint a történtek tanúsága egyszerű. Emlékeznünk kell és tanulnunk a rettenetes pusztulásból. Senki nem lehet olyan ostoba, hogy azt higgye, ez vele nem történhet meg. Hiszen ma divatosabbak a szekták, mint valaha.
Emlékeznek, mi állt a táblán? Akik elfelejtik a múltjukat, azok arra kárhoztatnak, hogy mindig újraéljék azt.